Szevasz, Pityu! Van így, hogy én megígyem a szövemet? Itt a Dezső. Itt a Dezső. Na, Gyurikám, mi a helyzet? Nagyon jót fog tenni nekem ez a videó. Brüsszelben vagyunk. Nem vagyunk Brüsszelben. Na ez az. Na ez az. Nem ugrottál be. A kedvenc Monci lokálomban vagyok. Mindig itt, mikor Bozba járok, hetente kétszer, akkor mindig beugrom ide. És a csapos már tudja a nevem. De nagyon szégyellős, azért nem fogja elmondani. Ahogy én belépek, rögtön ki az egy üveg sör. Igaz, hogy 3 decis, de én szívből fogadom. Otthon ezt nem engedném meg a kedvenc. Na de milyenek a sörök? Miket ittál? Mesélj! Milyen söröket ittál? Legtöbb az ilyen volt, amit én csak Jupiternek hívok, pedig a... Jubilé! Moncipon, mi a neve? Jubilé! Ő esett még számításba? Hú, az 10%-os. A György napra kaptad. Igen, mint a bor. Márk, meg Márka napra kapta tőle. Ez se kutya, ezt én vettem magamnak, és nagyon finom. És főleg erős. Tulajdonképpen nekem csak egy 10 órás alvás hiányzik az életemből most jelenleg. Minden mást ki tudok zárni. A 10 óra alvás, az úgy érzem, hogy szépé, fitté, és csodálatossá tesz. Ehhez kapsz egy óra alvást, este egy bulit, még egy reked sört, és ezek 3 napig ugyanezt fog ismételni. De már lassan csorog a nyálam. Na jó, és mire számítasz ma este, legyen ez a záró gondolat? Legalább olyan helyre, mint a tegnap. Számítok egy olyan vécére, ahol egy tükröt kell lehúgyozni a saját farkamatásom. Számítok egy pultra, ahol egyfajta sör csapolnak, és 2,5 deci kapunk 1 euróért. Kettőért? Kettő volt. És számítok... Hát nem tudom, ugye. Hát... Számítok egy színpadra, ahol elfér a dolgok. Köszönjük szépen! Majd holnap beszámolsz, hogy mi volt, jó? Bármikor, bárkinek.